Mint a korábbi években, így most is összegyűltek a futás szerelmesei január utolsó vasárnapján a Farkas-szigetben, hogy minél több kilométert lefutva csatlakozzanak a nemzetközi Run Your Struli kilométergyűjtéshez. Az eseményre ezúttal is a futódarú ese szervezésében került sor. Hasonló, mint az eddigi években, tehát január, illetve február utolsó vasárnapján kerül megrendezésre a becsületbeli futás, ami tehát ugyanúgy, mint eddig, hogy Finnországból indult a kezdeményezés, és akkor ehhez számtalan ország csatlakozott, köztük Magyarország is, és akkor itt lehetett, vagy lehet regisztrálni a magyarországi honlapon, és akkor így gyűjtjük a kilométereket az adott városnak. Azt lehet tudni, hogy van egy kis mag Püspökladányban, akik minden évben gyakorlatilag teljesítik a kilométereket, illetve gyűjtik a kilométereket, gondolom ez most is ugyanígy lesz. Igen, tehát hogy megvan az a 20-30 fő, akik ott a Futóderú Sportegyesület, illetve annak a magja, illetve a Fussunk Együtt Püspökladánya, a Kosinóséknak a csapata is, ők is rendszeresen futnak, és akkor ők is szívén viselik ezt a becsületbeli futást, és akkor így közösen így van egy kis mag, illetve azért mindig csatlakoznak hozzá. Tehát most is lehet látni, hogy új arcok is vannak, illetve mindig az időjárás azért nagyban befolyásolja, hogy hogy vesznek részt, vagy kik jönnek el, de most úgy látom, hogy azért aránylag jó idő van, annyira nincs hideg, nap is sütni fog szerintem délelőtt, és akkor sokan fognak csatlakozni hozzá. Érdekes dolog ez, hogy állandó részvevőkről beszélünk, ugyanakkor a települések, városok között is általában ilyen állandó részvevők vannak. Igen, tehát hogy itt is van egy mag, ugyanúgy, mint a futók között, tehát hogy akik úgy figyelik ezt a idézőjelbe versenyt, és akkor versenyeztetik a saját városukat, reklámozzák, tehát Facebook oldalon részt hoznak benne rendezvényeket, és akkor rászerveznek eseményeket, és akkor úgy megszervezik ezt az eseményt. Ez a mag megvan, egy elég széles körű, azért megy a 70-80 település azért szokott minden évben regisztrálni erre a megmozdulásra. Egyébként ezek a települések, illetve a főszervezők kapcsolatban vannak egymással? Hát úgy nem nagyon, tehát hogy néha úgy követjük egymást, főleg, hogy esetleg olyan nagyon nagy megugrás van valamelyik településen, hogy akkor úgy nézzük, vagy úgy, inkább csak úgy nem az, hogy csak figyeljük mi is, hogy akkor mi történik, vagy hogy mitől lett esetleg, hogy ott olyan nagy megugrás, és akkor, de mindig azért, mert valószínűleg akkor ott mellé áll valaki, és akkor ott egy jobban megmozgatja ott azt az adott környéket, és akkor úgy egy kicsit nagyobb eredményeket érnek el. Érdekes módon nagyobb települések nem nagyon szoktak részt venni. Igen, ezen én is csodálkozok, hogy ilyen vármegyéknek megyeszékhelyek, tehát hogy nem csatlakoznak hozzá, vagy ilyen nagyobb települések, mert akkor ott pedig ők simán a legtöbb kilométert biztos, hogy ők gyűjtenék össze, de ezen én is csodálkozok, meg nem is tudom, hogy miért, pedig sok ilyen nagy településen vannak azért ilyen futóegyesületek is, meg akik ilyen tömegrendezvényeket szerveznek, hogy nem tudom, miért nem álltak mellé, pedig azért az már jó néhány éve megy. Ez a verseny, és azért úgy, tehát úgy azért odafigyel mindenki erre. Általában mindig ott vagyunk a legjobbak között részvevők száma tekintetében is, illetve a megtett kilométerek tekintetében is, gondolom, ezt most is elvárod a csapattól. Hát szerintem igen, hogy eddig is azért hadban benne voltunk, de azért már az utóbbi években már ott a dobogon, idézőjelben a dobogon voltunk, tehát az első háromba mindig benne voltunk, de szerintem most is, ahogy látom a megmozdulás, meg ugye a résztvevőknek a számát, hogy leszünk, illetve, hogy itt ennek még az a szépség, hogy nem kötődik ez egy helyszínhez, hanem egész nap 24 órában várják a regisztrációkat, akár a futópadon fut valaki otthon, vagy egy edzőterembe, vagy kint a városba, bárhol, tehát lehet csatlakozni folyamatosan. Vannak azért sok ilyen futók, akik így magukba szeretnek, tehát nem szeretnek rendezvényhez, vagy rendezvényen részt venni, és akkor, ha ők is regisztrálnak, akkor szerintem egy szép szám lesz ma is. És készültetek is a futókat egy kicsit segíteni? Igen, hát ilyenkor mindig egy frissítő ponttal kijövünk, hogy egy meleg tea, akkor egy kicsit energiapótlás, zsíros kenyér, vajas kenyér, meg egyéb ilyen nassolni valók, azok vannak, és akkor ebben próbáljuk segíteni, hogy akkor, aki főleg ilyen nagyobb távot fut, akkor be tud jönni, egy kicsit iszik egy meleg teát, és akkor tud utána tovább menni. Apropó nagyobb táv, mit tudsz, ki az, aki legnagyobbat tervezi most? Nem tudom, Elek már elindult korán is Kellerelek, ő egy 50-et akart megcélozni, de mondta, hogy nem teljesen van most toppon úgy egészségügyileg, de többen is 25-öt azt azért megcélozták, és akkor szerintem lesz itt egy jó néhány 25-ös táv. A Farkas-szigetben mintegy 40-en vágtak neki a különböző távoknak, s amint Rácz Krisztián is jelezte, bizony jó néhányan bevállalták a 25 kilométer lefutását.
De persze akadtak, akik ennél kevesebbel próbáltak hozzájárulni püspökladány kilométer gyűjtéséhez, illetve olyanok is voltak, akik nem itt, hanem a város kerékpárútjain rótták a kilométereket. És hát ez nem feltétlenül futást jelentett, hiszen többen voltak, akik hosszabb, rövidebb gyalogtúrával gyarapították az eredményt. A leghosszabb távot végül Keller Elek teljesítette, aki 4 óra 17 perc alatt a terveinek megfelelően lefutotta az 50 kilométert. Márton András 41.400 métert pakolt hozzá az összeredményhez, míg Vadászné Kovács Katalin kereken 30 kilométert tett meg gyalog. A 25 kilométeres távot a regisztrált adatok alapján végül 10 futották le a püspökladányi résztvevők közül. Mivel ilyenkor a végleges eredmények általában csak napokkal később válnak véglegessé, ezért az összeredményeket tekintve pontos adatokkal egyelőre nem rendelkezünk, ám az már is kijelenthető, hogy püspökladány most is a legjobbak között lesz úgy a résztvevők számát, mint a gyűjtött kilométereket tekintve. A végleges eredményekről a jövő heti adásunkban számolunk be.